This is my world. This is my close-up. Abu Dhabi Párizsban született és 13 évesen csatlakozott a Paris Saint-Germain csapatához. Annak ellenére, hogy párizsiként is az Olympique Marseille szurkolója volt fiatalon. A francia fiú egyébként 2 évet töltött a PSG akadémiáján. Tehetségével már egész fiatalon kitűnt, képességeit pedig nem csak az akadémián csiszolta, hanem Párizs utcáin is sokat tanult Dhabi. I grew up in a suburb of Paris, which is Aubert. Párizs egyik külvárosában nőttem fel, kemény az élet ezen a környéken, bár ezt később a hasznomra fordítottam, hiszen Aubervilliers-ben megtanultam sokat futni. Obviously you have some, you know, bad thing, you know, running over there and stuff, but despite from that, it was good. Dhabi gyerekként más sportok felé kacsingatott, eleinte a kosárlabda, a kézilabda vagy a rögbi tűnt befutónak. From the start was just for fun. Az elején csak a móka kedvéért jártam focizni. Aztán egyre jobban és jobban ment a játék. Végül azt gondoltam, miért ne sikerülne. Most már tudom, hogy jól választottam. Thanks God, you know, now you know, I could make it. It's good. 1998-ban, amikor a francia válogatott hazai pályán megnyerte a világbajnokságot, Dhabi 12 éves volt. A Gall győzelemmel már nem is lehetett kérdés, Dhabi melyik sportágat választja. Csodálatos volt. Az egyik legszebb emlékeim kapcsolódnak ehhez a VB-hez. Mindenki boldog volt. Ahol laktunk, az nagyon közel volt a Stade de France-hoz. Nem csoda, hogy nálunk mindenki focilázban égett. Ez alapozta meg a labdarúgás szeretetét. Az ifiben már kitűnt Dhabi tehetségével, amit tovább csiszoltak a Clairefontaine Akadémián. All good memories, you know. Nagyon sok szép emlékem van arról a korszakról. Négyen vagy öten kerültünk a Clairefontaine Akadémiára Aubervilliers-ből. Az első szezonunk is jól sikerült, remekül éreztük magunkat. A hét nagy részét Clairefontaine-ben töltöttük, míg a mérkőzéseinket a Paris Saint-Germain egyik pályáján játszottuk. Clairefontaine után Auxerre következett a pályafutásában, ez további fejlődést biztosított a játékában. 16 vagy 17 évesen nehéz jól dönteni, hiszen ez az az életkor, amikor lassan a felnőttek között játszol. A szakmai fejlődésed érdekében nagyon megfontolt döntést kell hozni. Az Auxerre volt az egyik francia klub, ahol biztosítva láttam a tovább lépésemet. Rengeteget tanultam az Auxerre-nél. Dhabi 2005-ben egyik kulcsjátékosa volt, sok más tehetség, de együtt a francia U19-es együttesnek. Ekkor jelentkezett be érte az Arsenal. Mindig, amikor csak tehettem, megnéztem az Arsenal meccseit. Nem csak azért, mert az egyik legnépszerűbb angol csapat Franciaországban, hanem mert sok konfitársam is játszott ott. Minden francia játékos az ágyúsokhoz szeretett volna akkoriban igazolni. It was a dream for all the, I think, for all the French players to play in that team, you know. So when I had this opportunity to come, I was really, really happy. Dhabi azon kevés Arsenal játékos közé tartozik, akik még játszottak a legendás Highbury-ben. My first impression was the quality. Elsőként a pálya minőségén ámultam el. Soha életemben nem játszottam olyan kifogástalan talajon, mint a Highbury-ben. Persze a szurkolók száma is megdöbbentett, illetve az, hogy milyen közel vannak a játékosokhoz. Meghatározó élmények kötnek a régi stadionunkhoz. It's a great memory from that time.
2006. január 21-én csereként debütált az észak-londoniaknál, ám nem sokkal később a Sunderland elleni mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett. After that, igazán nagy kihívás volt visszatérni és helyén kezelni ezt a 9 hónapos kihagyást. Ám nagyon sok segítséget kaptam. And since I've played football, I always get kicked. So even when I got that tackle, I knew that I will be kicked again, you know. Mint oly sokakat, az első csapatból Diabét is Arsène Wenger fedezte fel. A francia menedzser hihetetlenül jó szemmel látja meg a tehetségeket. I think first of all, it gives you a really good confidence. You always try. Azt hiszem, nála élveztem először igazán a bizalmat. Egy fiatalnak hatalmas erőt, lendületet adhat, ha bíznak benne, és ez egy jó csapat alapköve is. Ehhez társul még itt az Arsenalnál a remek képzés, a csodálatos körülmények, ahol folyamatosan csiszolhatjuk a képességeinket. And which is one of the key, I think, to be great. And the training are, you know, amazing as well. You know, we always improve, you know, our technique, our movement and stuff. So which is good. Diaby játékstílusát régebben gyakran hasonlították egy korábbi Arsenal középpályás Patrick Vieira stílusához. Coming from him is like a very good compliment and ez nekem egy óriási megtiszteltetés. Nagyon jól esik, ha Patrickhoz hasonlítanak. Jó érzés, főleg, ha egy ilyen nagy játékossal kerülök egy lapra. Bár szeretnék önmagam lenni, csak Diaby és nem Patrick árnyéka.